Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A költségvetés mindig egyfajta értékválasztást tükröz. Azzal kezdeném, hogy azt azért lássuk be, hogy aki mondjuk nyár előtt nyújt be egy költségvetést, az legalábbis megalapozatlan sarokszámokkal küszködik, és ez így volt az elmúlt években is, és idén pedig még inkább így van. Egy kiegyensúlyozott polgári demokráciában, amelyben mi konzervatívok hiszünk, nyilvánvalóan év végén kell benyújtani egy költségvetést, amelyet aztán az adott év konkrét számainak elemzése alapján lehet úgy összeállítani, hogy az aztán tükrözze a kormány értékválasztását. Ez persze egy olyan kiegyensúlyozott polgári demokráciában lenne, és egy szociális piacgazdaságban, amelyekről önök, fideszes képviselők nem nagyon hallottak az utóbbi 13 évben, hiszen folyamatosan és egyértelműen tolják el hazánk politikai berendezkedését egy olyan egypárti túlhatalom felé, amely miatt gyakorlatilag most már az Európai Unió államai közül sajnos hazánkra így is tekintenek. Nézzük azonban, hogy a benyújtott költségvetés számai milyen értékválasztást tükröznek, illetve mi most természetesen, mint a korántsem szép kommunista időkben, a Jobbik konzervatívok most úgy tesz, mintha egy kiegyensúlyozott polgári demokráciában élnénk, és elmondjuk a véleményünket arról, hogy hogyan kellene egy nemzeti és konzervatív költségvetésnek bánnia a különböző területekkel. Azt már Matolcsy György, jelenleg épp fideszes jegybankelnök, korábban fideszes gazdasági miniszter is elmondta, hogy önök egy évtizedet elpocsékoltak, amikor az Európai Uniós források is garmadával álltak a magyar kormány rendelkezésére, illetve egy világgazdasági konjunktúrát is megéltünk, és ezekben az években bizony a régiós országok is, igen, azok az országok Közép-Kelet-Európában, akikkel együtt indultunk a szovjet-orosz megszállás után egyfajta polgári demokrácia felé, mind-mind jobban sáfárkodtak ezekkel a bő évekkel, mint azt a fideszes egypárti túlhatalom tette. Ezért tartott a magyar polgárok bére, hogy az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban. És ez bizony a 17 évig kormányzó Orbán Viktor miniszterelnök úr és a Fidesz hibája is, a maradék 12 éven pedig a balliberális oldallal tetszenek osztozni. Az sem volt jobb. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy nem véletlenül vagyunk mi, Jobbik konzervatívok kinn az utcákon, és gyűjtünk aláírást a magyar polgárok bérfelzárkóztatása érdekében. Ebben a költségvetésben is a bevételi oldal számai szerint meg lenne a forrása annak a bérfelzárkóztatási lépésnek, amit a mi konzervatív politikai közösségünk már 2 éve például az oktatás területén szorgalmazott. Hiszen mi egy Klebersbergi fordulatot tudunk elképzelni felelős és nemzeti erőként, amely azt jelenti, hogy néhány év alapján, néhány év során fel lehetne emelni a GDP arányos támogatását az oktatásnak, nemhogy 6-ra, de akár 8%-ra is, ahogy az egyébként az első világháború után és a szégyenletes trianoni béke diktátum után gróf Klebersberg idejében is megtörtént. Ebben semmilyen olyan varázslat nincsen, amire önök most állandóan hivatkoznak, hogy majd ha az EU források beérkeznek. Tisztelettel jelezném innen is minden magyar választópolgárnak, aki azt a teljesen átgondolatlan döntést fontolgatja, hogy a Fidesz listájára szavaz majd jövőre az európai parlamenti választáson, hogy teljesen felesleges rájuk szavazni, hiszen 13 fideszes képviselő ül az Európai Parlamentben. És önök itt most előadják ebben a vitában is, hogy annak, hogy az Európai Uniós források nem érkeznek meg hazánkba, most tényleg biztos, hogy az az egy szem Gyöngyösi Márton, a Jobbik konzervatívok elnöke, az meg tudja akadályozni? És ott ül 13 Európai Uniós képviselő Fidesznek, és semmit nem tud ez ellen tenni? Most komolyan?
Tehát önök komolyan ezt hitetik el a magyar polgárokkal, azt csak halkan jegyzem meg, hogy több mint 700 képviselő van az Európai Parlamentben, és egyébként pedig joga sincs ilyen döntéshez. Tehát önök átverik a magyar polgárokat, nem veszik komolyan önök őket. Egy politikai döntés lenne az, amit mi két éve követelünk, hogy a pedagógusok bérét azonnal emeljék meg 50%-kal, és ez vonatkozik az egyetemi világra is. Hiszen az egyetemi világról beszélve az azért valahol szégyenletes szerintem, hogy önök mondjuk a nemzetközi rangsorokban történő előrelépést azzal magyarázzák, hogy átalakították fideszes kuratóriumok fenntartásába, alapítványi formába a magyar egyetemi világ 80%-át. Tisztelettel jelezném, hogy ez egy legalább 15 éves hosszú folyamat eredménye, hogy a nemzetközi rangsorokban hála Istennek a magyar egyetemek kapaszkodnak felfelé. Volt egyetemi vezetőként, azt is el tudom önöknek mondani, hogy ez miért van így. Azért, mert korábban a magyar egyetemek publikációi és a peer review-nak nevezett alkalmazásban a magyar egyetemeket nem nagyon vették figyelembe. És ezen az egyetemek nagyon komoly projekteket indítottak el ezelőtt 15 évvel, amikor önök még nem is kormányoztak, elárulom önöknek. És az a munka kezd lassan beérni, úgyhogy ne hivatkozzanak arra, hogy azért, mert a jelenleg a rankingekben mennek fölfelé a magyar egyetemek, ennek bármilyen köze lenne ahhoz, hogy önök az akadémiai szabadság és az egyetemi autonómia súlyos megsértésével, mondom ezt úgy is, mint az Európa Tanács jelentéstevője ennek a témakörének, átalakították a magyar egyetemi világ 80%-át alapítványi formában, mégpedig olyan alapítványi formában, ahol gyakorlatilag a kuratóriumok fideszes tagjai gondolják azt, hogy ők hivatottak például a humánpolitikai döntésekre. Nem, ez valóban komoly megsértése az egyetemi autonómiának, amikor például a Corvinus kuratóriumában úgy döntöttek, hogy akkor nem is kellenek mondjuk karok. Ugye ez az egyetemi autonóm egyik legfontosabb pillére, hogy az azonos szakmában dolgozók karként is megjelenek egy egyetemen belül. Tehát azt gondolom, hogy a magyar egyetemi világ a 21. században, a tudás és az információ évszázadában ennél lényegesen többet érdemelne. Az egyetemi oktatók és dolgozók fizetése elmarad nemhogy az európai bérektől, de a közép-európai régió béreitől is. Itt is azonnal 50%-os béremelést javaslunk a költségvetéshez benyújtott módosítókkal is majd, hiszen az elvándorlás a tudományos szférából is hatalmas, nem csak általában az elvándorlás. A fiatalok, tessék megnézni, hogy a jobb gimnáziumokban a végzősök hány százaléka nem hazákban tervezi az egyetemi tanulmányait. Na ez az igazi nemzeti tragédia, ami majd ebből fog következni. És azért a Fidesz egypárti túlhatalmának tudás és értelmiség ellenes politikájának egy másik elemét is hagyd emeljem ki, ez pedig a Magyar Tudományos Akadémia. Ugye nemrég volt a Magyar Tudományos Akadémia fenntartói Eötvös Loránd kutatóhálózatnak az élén is egy személyi váltás, nem véletlen szerintem. Azt is le kell szögeznünk, hogy ha a Magyar Tudományos Akadémia elnökével, akivel nekem egyébként személyesen is volt szerencsém jelentéstevőként beszélnem, meg az elődjével is még, amikor a jelentésemet elkészítettem. Egy interjúban arról panaszkodik, hogy hát nem nagyon tud mondjuk személyesen beszélgetni miniszterelnök úrral, vagy akár egy felelős miniszterrel, az mutatja. Ja, és hogy a korábbi miniszter, Palkovics miniszter úr, az másnap már mindig másképp emlékezett a megegyezésükre, mint amiben valóban megegyeztek. Tehát szerintem mutatja, hogy a jelenlegi fideszes hatalom milyen arroganciával kezeli az egész tudományt, pedig a tudomány a jövőnk záloga a 20. században, és az egyetemek azok a tudásközpontok, amelyet aztán a pedagógus képzés során is minden magyar polgár számára biztosítják azt a tudást és készséghalmazokat, amely a 20. században nagyon nagy szüksége van minden magyar polgárnak ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, gyarapodó és boldog életet éljen. Tisztelt képviselőtársaim, a Jobbik konzervatívok számára kultúra nemzeti alap. Ezért is szeretném kifejezni abbéli véleményünket, hogy egyrészt vissza kell állítani a nemzeti kulturális alap társadalmi kontrollját.
Jó magam hosszú évekkel ezelőtt részt vettem ilyen testületek munkájában, ahol bizony arról döntöttünk nagyon komoly viták és szakmai viták alapján, hogy melyik egyesület, amely a helyi közösségeket szervezi tisztelt képviselőtársam. Mi konzervatívok hiszünk a hagyományban és a helyi közösségek erejében. És egy társadalom kötőszövetét azt biztosítja, hogyha a kultúrához mindenki hozzájut. Na most ezt a helyi egyesületek támogatásával lehet a legjobban támogatni. És azt gondolom, hogy ezért is kell felemelni egyrészt a Nemzeti Kultúrás Alap támogatását. Kérem innen is tisztelettel a fideszes képviselőtársaimat, hogy ezt is támogassák. Ráadásul az elosztási mechanizmusnak a társadalmi kontrollját tényleg át kell gondolni, mert jelenleg sajnos a kulturális szférában is a fideszes kulturális politika, amelynek pápája az a Demeter Szilárd, akinek már semmi keresnivalója nem lenne nagyon régóta a magyar közéletben, odáig jut el, hogy gyakorlatilag ahelyett, hogy egy tisztes, végre valóban nemzeti magyar filmet megalkotnának, ehelyett önök az Arany Mercedeses Rákai Filipre bízzák ezeket a feladatokat, ez szégyen és gyalázat. Tisztelt fideszes képviselőtársam, a kultúra nemzeti alap, és ennek megfelelő támogatást érdemel a mi véleményünk szerint. Köszönöm a figyelmüket!